De melyiket? Mert ez a lila ruhás, az a lila ruhás, mesél, de van több, van a bíbor ruhás is. Ezt is, azt is Leonától készített. Megvan. Visszatérve picit a Flóriánkapot. Az 1800-as évek elején építették át, emelték magasabbra. Szent Flóriánnak a féldombor művét elhelyezték belőle, kívülre pedig Krakó címeri. Az 1800-as évek végén került a krakói címer föl a falra, méghozzá Ján Matejko készítette ezt a címert, ugyanazt az ember, akit mondtam a festőnek is, festői szobrász volt, ő készítette el, és került kívül. Na most ennek a toronynak van egy története. Miért van az, hogy máshol mindenhol megszűnt a torony létezik, csak itt egyedül van torony? Azért, mert a városi tanács, ugye 1830-ban kezdték el tulajdonképpen lebontani a város falait. És a városi tanácsban volt akkor egy orvos. És a következőt mondta, hogy kérem uraim, nem szabad lebontani az északi kaput, a szelek általában innen fújnak be a városba, északon fújnak össze. A rendkívül húzatossá válik a város, ezért sok betegséget okoz, koroggyulladást, felfázást. A másikok, amiért 1830-ban ezt nem kezdték el lebontani, rendkívül erkölcsösek voltak az itteni urak, és nem szerették volna, hogyha a hölgyek akkoriban, hogy abroncsos szoknyában járnak, ezek a huncuki szelek befújtak volna ezen, és így porzóztak a hölgyek, és aláfújt volna a szoknya, és meglibbentette volna a szoknyát, holott akkoriban még a bokát sem volt szabad kinyitni, már az erkölcstelen dolog volt. Ezért azt mondták, hogy akkor ez a kapu, az északi kapu megmarad. Nem, az már előtte volt, az északi kapu megmarad. Ezért maradt meg egyedül a Flóriánkapu. Előtte található az a rész, és az a rész, hogy mindjárt, ahogy bemegyünk a Flóriánkapu alá, láthatnak egy fekete baloldalat. Annak is története van, de azt elmesélem, ha átérjük a kapu.